Sziasztok! A következő trükk egy távolirányításos trükk, ahol a kutyát egy bujjához fogjuk kiküldeni. A lényege az, hogy a kutya tudja, hogy tőlünk elfele kell, hogy mozogjon, tudja, hogy a bujjához kell, hogy kimenjen. Bora már tud lefeküdni is a bujjánál, tehát lefektetjük a bujjánál a kutyát, és később majd a gyakorlás folyamán belerakhatunk több bujját is, és az egy búja után el lehet küldeni bárhova, máshova a kutyát távoli irányítással. Nézzük meg Borát. Borát először csak egy bújához küldöm ki, le fog feküdni. Ő csalja a távolságot, tehát biztos nem kimondottan a bújánál fog feküdni. Majd igyekszem elküldeni ehhez a másik bújához. Búja. Fekszik. Nagyon ügyes vagy! Ennek a tanítását megint megpróbáljuk Lady-vel megmutatni, bár ő is tudja ezt a trükköt, úgyhogy lehet, hogy nem minden mozdanatot fogunk tudni végigvezetni vele. Első és legfontosabb, ugye, hogy egy darab bójával kezdünk, ezt az egy darab bóját a kezünkben vesszük, és örülünk neki, hogyha a kutya ránéz, használjunk klikkert, nagyon szeretik a kutyák, klik, jutalomfalat, elérjük, hogy a kutya rá is mozduljon, hozzáérjen, klikk és jutalomfalat. Amikor ez már ügyesen megy a kutyánál, le lehet tenni a bóját, és hogyha a kutya megy, amikor a kutya oda megy a bójához, amit most persze nem csinál, hanem lefekszik előtte, akkor szintén klikk jutalomfalat, amikor odaér és hozzáér az orrával például a bójához. Egy idő után beletehetjük ugye a bója, vagy bármelyik olyan vezényszót, ami szerintünk megfelelő lehet erre, és a kutya lassan rá fog döbbenni, hogy amikor mondod neki, hogy bója, és ő hozzáér ehhez a tárgyhoz, akkor kap jutalomfalatot, tehát szuper, ez lesz a feladatunk. Na próbáljuk meg Lady-vel, aki mondom, bár tudja, most nem csinálja, hát ha sikerül, gyere! Lady megkerülte a bóját, de természetesen ez is jó, hisz kiment a bójához, az első lépésen már túl vagyunk. A fektetést, azt, hogy a bójánál lefektessük, azt még elsőre semmiféleképpen ne csináljuk. Amikor a kutya már fixen oda tud menni a bójához, bele lehet tenni ezt a fektetés vezényszót is, nagy dicsérettel, hogyha tényleg le is fekszik. Természetesen ezt is, mint minden más, és az előbb elfelejtettem mondani, rövid távról kezdjük, és növeljük egyre-egyre jobban a távolságot, hogy a kutya egyre messzebbről menjen oda a bójához. Lady nagyon szeret kerülni, és azért kerüli meg a bóját is, de maga az irányítás része, az nála is nagyon jól működik. Fekszik! Nagyon ügyes lány! És bizony, ha tudja a kutya a fektetés vezényszót, akkor azt is meg fogja csinálni. Amikor a másik bóját belerakjuk, már tudja a kutya azt, hogy ki kell, hogy menjen a bójához, azt is tudja a kutya, hogy esetleg le kell feküdnie a bójánál, viszont azt nem ismeri, hogy mit kell csinálnia a másik bójával. Gyere, Lady! Amikor a másik bójá, egyik bójához kiküldtük a kutyát, közelről kezdjük ezt is, fekszik! Megdicsérjük nagyon, közel állunk a kutyához, és megpróbáljuk a kezünkkel útmutatásszerűen, akár a testünkkel is átirányítani a kutyát a másik bójához. Lady, gyere! Bója, bója, gyere, gyere! Bója nem megy, inkább bármilyen más trükköt csinálunk. Gyere, Lady, bója, fekszik! Na most sikerült végre. Nem lesz annyira egyszerű feladat, látjátok, Ladynek sem megy tökéletesen. Sok gyakorlással be lehet ezt is lőni. Első meg egy bójával kezdjétek, amikor nagyon tudja a kutya, akkor lehet testjellel elirányítani a kutyát. Ha oda is raknék egy másik bóját, amelyik helyszínre szeretném a kutyát küldeni, a testemmel, a kezemmel jelzem a kutyának az irányt. A mi irányításunkra fog hallgatni a kutya, sok gyakorlással, de tökéletesen lehet akár 5-6 bójához is irányítani a kutyát. Hajrá, gyakoroljatok, sok sikert!